Kultúrösvény mai adásában először Nagy Dobronyba látogatunk a Szűcsnelli által színpadra állított Dobronyi Rózsás Zsazsának című előadás premierjére. Innen Beregszászba indulunk, ahol részt veszünk a Beregvidéki Népzenei és Néptánc tábor programjain, valamint a záró koncerten. Végül a Géniusz Jótékonysági Alapítvány színjátszó táborában résztvevő fiatalokat látogatjuk meg, ahol belesünk az általuk készített színi előadás kulisszatitkaiba is. Tartsanak velünk! Tisza partján elaludtam, háromféle álmot láttam. A népzene, a próza és a divat kombinációja jelenik meg a színpadon a Fedáksári életútját bemutató Dobronyi Rózsás Zsazsának című darabban. A Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület Kárpátalja Kincsei című programsorozatának keretében bemutatott előadás premierjét a Nagy Dobronyi Magyar Ház filagóriájában tekinthette meg a közönség. A Nemzeti Összetartozás évében készült darabot Szűcsnelli művésznő alkalmazta színpadra Fedáksári naplóinak felhasználásával. Amikor foglalkoztam Fedáksárival, ugye 6 évvel ezelőtt, ahogy elkészítettem az első nagy Fedáksári előadásomat, amit mai napig játszom, ugye annyi téma van benne, hogy tényleg lehetne hetekig beszélni, tehát minden gyerekkoráról külön előadást lehetne csinálni, hogy akkor a serdülők koráról, és így tovább, és így tovább. És nagyon tetszett nekem, hogy ahogy ő folyamatosan a könyveiben, tehát a naplóiban ír a nótákról, a népdalokról, tehát itt is a szövegkönyvben én azokat a mondatokat szedtem össze, hogy ő hol tanulta először, mi fűzte ehhez a nótához, tehát próbáltam. Tehát nagyon kevés olyan nóta van az előadásban, amit csak már témailag vettem. A Dobronyi kertek alatt folyik a szerelem Nem véletlenül ugye azt a címet adtam neki, hogy Dobronyi Rózsát Zsazsának, ugye, mert a fő motivuma ugye a hímzéseken a rózsa, avagy ki a Tisza vizét, Tisza vágyik annak szíve vissza, mert én is ugye Tisza újlakon születtem, Zsazsának is a Tisza az mindig egy visszajövő motivum a könyveiben is, tehát ő folyamatosan Tiszát emleget, és akkor megint próbáltam ezt a Tisza motivumot is a nótákon keresztül visszahozni. Kint sötét van, és fúj a szél. A munkácsi szél. Mert ez nem olyan, mint a többi. Sokkal hidegebb és barátságtalanabb. A Beszkidről Vereckén keresztül jön. A Verhovináról. A darab központi gondolata az elvándorlás és a szülőföld iránt érzett szeretet, miközben megelevenedik a Nagy Dobronyi népművészet is. Különlegessége, hogy a fellépő ruhák Hribnák Tünde divattervező Nagy Dobronyi mintákkal díszített kollekciójának részei. Vannak benne egyébként merészebb, extravagánsabb szabásvonalak, fazonok, ami kimondottan a fiataloknak szól, és bízom benne, hogy ezekkel a ruhákkal mi föl tudjuk kelteni a fiatalok érdeklődését, és el tud jutni az az üzenet, amiért tulajdonképpen ez a kollekció létrejött, és jelenleg 10 darabból áll, és ehhez a produkcióhoz pedig 6 darab ruha készült, ugye 5 darab a Szűcsnellinek, 1 pedig a Tarpai Vikinek, és egyébként 4 darab hímzett nyakkendő pedig a zenekarnak. Az első művész neve Rózsa Illati Trilbi. Rózsa bokorban jöttem ma világra, hát de nem tagyád az édesanyám világra. Járt utána, de hamra, de legényre. Én meg csak úgy hidegenten csalogattam, hallogattam belőle. A ruhakollekció darabjaira a hímzett motívumokat Hídi Ágnes készítette el.
hímzés közben jöttek az ötletek, hogy fekete alapon, színes minta, ne csak fehéren, vagy a pirossal lehet aranyszínűvel, feketével, de bármilyen szint lehet az embernek, ami tetszik, vagy közel van a szívéhez. Alma, fáma, nyári piros, Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület évek óta hagyományaink ápolásáért, a kárpátaljai magyar értékeink megmentéséért munkálkodik. Ez a törekvésük valósult meg a most bemutatott darabban is. A Népfőiskolánknak a célja, hogy a kárpátaljai hagyományok és értékek, amelyek már 100 éve megtartják a kisközösségünket idegen fennhatóságok alatt, azok méltán öregbíthessék a magyar nemzet hírnevét, és ismertek és elismertek legyenek nem csak a Kárpát-medencében, hanem a világon szerte. És ez a produkció azt gondolom, hogy alkalmas a figyelem felkeltésére. A kis író, ha meglát, megpöti a bajuszát, és egy nagyon sercen. Kelled olyan fiatal, a 20 éves Katival is felveszi a versen. Én már úgy is, hogyha nyeri, hogyha szokad, úgy keverem, de a rántás. Ha lesz ötlen unokám, akkor járok haza, hajnali kacsárdás. Hidi László, a KMKS Nagydobronyi Alapszervezete elnökének elmondása szerint a hímzésnek régen nagy hagyománya volt a településen, de ma már sajnos csak kevesen művelik ezt a mesterséget. Ezek a ruhaneműek, vagy ezek a díszek, ezek kimentek a divatból, és idejön Krimnak Tünde, és kitalálja, hogy ezek a hímzések viszont viselhetők másképpen. Tehát a népi hagyománynak egy újra felfedezése, egy olyan csodálatos megvalósításának a népi kreativitásnak, ami fantasztikus, és azt gondolom, hogy ez a ma estén, ami itt megjelent, ez minden nagydobrony embernek, és minden kárpátaljainak, és minden magyarnak fontos. Az előadáson részt vett V. Németh Zsolt, Magyarország Agrárminisztériumának kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztosa. Elmondta, a Hungarikum Bizottság fontosnak tartja, hogy az elcsatolt nemzetrészek magyar kulturális hagyatékai is bekerüljenek a nemzeti értéktárba, illetve a hungarikumok gyűjteményébe. Mikor megalkottuk a hungarikumokról és kiemelkedő nemzeti értékeinkről szóló törvényt, akkor kézenfekvő volt, természetes volt, hogy ebbe beletartozónak értjük az elcsatolt nemzetrészek értékeit is, úgyhogy a legutóbbi gyűjteményünkbe, kiadványunkba, amely Hiszek egy hazában címet visel, és a rádióban volt egy 200 részes sorozat, abba is természetesen került be a Salánki Hordó, vagy éppen a Beregi Szőttes is. Mert úgy gondoljuk, hogy fel kell mutatni ezeket az értékeket, amelyek identitásunkat megerősíti, és egyben szimbolizálja is az összetartozásunkat. Az előadást szeretnék bemutatni minél több magyar lakta vidéken, határon innen és túl, hogy minél szélesebb körben tudomást szerezzenek Kárpátalja kulturális és történelmi értékeiről.
11. alkalommal szervezte meg a Génius Jótékonysági Alapítvány a Beregvidéki Népzenei és Néptánc tábort. Hamarosan az ott folyó művészeti foglalkozásokra látogatunk. 1, 2, 3, és lenyitom, és 1-en. Tánc, ének, zene és meg annyi hagyományőrző foglalkozás várta a fiatalokat a Beregvidéki Népzenei és Néptánc táborban. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán megtartott programot immár 11. alkalommal szervezte meg a Génius Jótékonysági Alapítvány. A táborba 48 gyerek érkezett Kárpátalja 16 oktatási intézményéből. Az 5 napos rendezvény célja, hogy a fiatalok jobban megismerjék magyar kultúránkat és néphagyományainkat. Azt gondolom, hogy a népzene, néptánc, népdal az valójában hűség. Hűség önmagunkhoz, hűség az anyanyelvünkhöz, kultúránkhoz, nemzeti múltunkhoz, történelmünkhöz, ehhez a szülőföldhöz, ahova születtünk, és erőt is ad. Erőt ad a mindennapi küzdelemhez, ebben a sok bajjal teli világban, erőt ad azért, hogy kiálljunk jövőnkért, hiszen a népzene a lélekből születik, ezért aztán közösség megtartó, lélekfelemelő ereje van, hiszen maga a közösség hozta létre. Vermúgót fogjuk játszani. A tábor ideje alatt a Csipkés együttes tagjaival hangszeres oktatáson vehettek részt a gyerekek. Hegedű, brácsa, bőgő, cimbalom, harmonika. Ezeken a népi hangszereken tanultak a fiatalok. Nagyon reménykeltő, hogy még van jövő, és nagyon szívesen oktatunk. Nekünk is ad egy kis örömöt, feldob minket, hogy nem felesleges az, amit tudunk, át tudjuk adni, és van kinek átadni. És így van remény arra, hogy a jövőben még lesznek népzenekarok, és lesz ki majd szintén átadni egy újabb generációnak ezt a népi tudást, ezt a népi identitást, a népi kultúrát. És ez nagyon jó. Valójában ez a dolgunk, azért vagyunk itt, szívesen csinálva, így tudunk eredményt látni ennek a hétnek a munkájában. A különböző tájegységek néptáncait korosztály szerinti csoportbontásban neves kárpátaljai és anyaországi pedagógusoktól sajátították el a gyerekek. A kisebbeknek mezőföldi ugróst, csárdást és friss csárdást tanítottunk, a nagyobbaknak pedig szilágysági zsibai is volt, mint férfi tánc, volt csárdás, és szintén volt friss csárdás is. Nagyon-nagyon ügyesek voltak, már úgy érkeztek ide a táborba a legtöbb gyerek, akiknek már volt táncos előképzettsége. Úgyhogy igen, igen, jó volt velük foglalkozni, könnyű volt, és nagyon-nagyon ügyesek voltak, és nagyon-nagyon szerették ezt az egészet, nagyon látszott rajtuk, hogy nagyon-nagyon szeret mindenki táncolni, és nagyon-nagyon figyeltek a dolgokra is. A népi játékoknak fontos szerepük van a néptánc oktatásában. A tánc előkészítőjének is szokták nevezni, hiszen a játékok segítségével a néptánc egyes elemeit is elsajátíthatják a gyerekek. Igyekszem, hogy olyat játszunk, amit nem ismernek, persze van ismertebbek is, azért, hogy vigyenek haza valami újat, valami mást, de a tábor végére már kialakul egy olyan játékcsoport, vagy csokor, amiből úgy választhatnak, így hétvégére már kérik, hogy melyiket játsszuk. Az idősebb korosztálynak is igyekszem olyat választani, ami őket érdekli. A kamaszkorban akkor fiú-lány párválasztós játékokat, vagy amivel egymást kergethetik, és nagyon élvezik ezeket a játékokat ők is. 3 és... Kepics Angelika a népdalok világába kalauzolta a fiatalokat. Elmondása szerint a közös éneklés összehozza a gyerekeket, valamint segít az identitás tudatuk erősítésében is. A hét folyamán a gyerekekkel kárpátai népdalokat tanultunk. Nagyon tetszettek nekik a népdalok. Érdekes, hogy nem sokat ismertek közülük, úgyhogy örülök, hogy ezt a végülis a saját itthoni tájegységünket választottam. És egy kis csokorot állítottunk össze a záróműsorra, ezekből a népdalokból, amit elő fogunk adni majd a záróműsoron. Nagyon szerették az éneklést, mindenki részt vett az éneklésben, kivétel nélkül. Egyetlen egy dal.
tábor záró napján a főiskola aulájában egy színes előadás keretében mutatták be a gyerekek szüleiknek az 5 nap alatt tanult táncokat, énekeket. A szervezők évről évre igyekeznek a tábor ideje alatt olyan kulturális programokat biztosítani a gyerekek számára, amelyek által erősödik magyarságtudatuk és igazi kis közösséggé formálódhatnak. Az EGÁNEDE szakképző centrum Nagydobronyi képzési központjában rendezték meg idén a Géniusz Jótékonysági Alapítvány színjátszó táborát. Nem sokára ide látogatunk. Jövök vissza erre, nyakogatom. Meg felugrik, mi van, csak mászol elé. Rámászik a bársaszékre, menjen csak öfele gyorsan. A színpadi mozgást és a beszédtechnikát gyakorolják épp a fiatalok a Géniusz Jótékonysági Alapítvány által szervezett 6. színjátszó táborban. Az EGÁNEDE szakképző centrum Nagydobronyi képzési központjában megrendezett programra olyan fiatalok jelentkezését várták, akik érdeklődnek a színjátszás iránt. Februártól májusig lehetett rá jelentkezni egy online felületen, ahol is 31 gyermek 21 különböző településről 13 oktatási intézményből nyújtotta be jelentkezését. Ezt azért nagyon fontos hangsúlyozni, hogy lássuk, hogy a gyerekek, tehát ez nem egy tömeg program. Itt egyéni fejlesztések zajlanak, tehát ugye 31 gyerek 21 településről. Szinte egy-egy gyermek van egy-egy településről, mert nagyon fontos, hogy egyénileg fejlesszék az ő kommunikációs készségüket, beszédkészségüket, színpadi mozgást, és bevezessék őket a színjátszás csodálatos világába. Mindig úgy fogunk a munkához, hogy játszunk, mert csak úgy lehet igazából valamit elkészíteni, egy-egy előadást véghez vinni, hogyha van közösség. És közösséget csak úgy lehet építeni, hogyha összekovácsolódnak a gyerekek. Így aztán rengeteg játék, ismerkedős játék az, amivel a kezdet-kezdetén foglalkozunk. Természetesen játékok segítségével lehet fejleszteni a figyelmet is, a közös munkát, a kölcsönösséget, ezekkel is foglalkozunk, és természetesen minden olyan gyakorlat is helyén van egy-egy ilyen táborban, amikor is a színészmesterségbe is belekóstolhat a diák. Szandra, most már legalább nem fáj. Mi majd itt teszünk mellette. A tábor 5 napja alatt a fiatalok egy színi előadást készítettek, amely az őket leginkább foglalkoztató kérdésköröket érinti. A drámajátékok segítségével a gyerekeket úgymond gyógyítani is lehet, mert nagyon gyakran tapasztalhattuk mi saját magunk, amikor még fiatalok voltunk. A gyerek nem beszél az érzéseiről, a fájdalmairól, a boldogságáról. Nem mer, vagy nem képes rá. És a színpadi lét segít abban, hogy el tudja mondani mindazt, ami bántja, ami foglalkoztatja. Olyan, mintha azt mondanád neki, hogy nem baj, hogy eltört a pohár, figyelj, veszünk egy másik poharat. A felkészülés Gál Natália, a Beregszászi Színház színésze, Mónus Dóra, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanára, valamint Bagu Géza drámapedagógus irányításával folyt. Mi mindig igyekszünk hozott anyagból dolgozni, és hétfőn fogalmunk nem volt még arról, hogy szombaton mit fognak a gyerekek színpadra varázsolni, de olyan jeleneteket és olyan szituációkat hoztak, amelyek minket is megleptek, és igazából egyik ötlet szülte a másikat. Eleinte nagyon bátortalanok voltak, tehát körbe voltak véve igazából egy fallal, és ahogy mentek a napok hétfő, kedd, szerda, szerdára már nagyon sokat lebontottak ezekből a falakból, a jeleneteknek köszönhetően is, a gyakorlatoknak köszönhetően is, tehát
Sokat fejlődtek abban is, hogy hogyan tudják kifejezni magukat, vagy hogyha van egy gondolatuk, azt hogyan tudják úgy tálalni, hogy eladható legyen. És még az különlegessége ennek a tábornak, hogy próbáltunk lassú jeleneteket létrehozni, pici, apró szituációt bemutatni, kevés szöveggel dolgozni, hogy megpróbálják megérezni azt az egy szót, amit mondanak, vagy azt az egy gondolatot, amire épül az egész jelenetnek a váza. A résztvevőknek ötleteik megvalósításában olyan fiatalok is segítettek, akik több éven keresztül maguk is járták a színjátszó táborokat. Ezek hatására pedig hivatásuknak választották a színművészetet. Nyilván a gyerekek magukból dolgoznak, hogy csak olyan karaktereket, olyan jeleneteket csináljanak, amik belülről jönnek. Ebben kell őket kicsit igazítani, mert hajlamosak nagyot álmodni, és ezzel nincs is semmi gond. Csak lehet, hogy még nem érettek annyira rá, hogy egy ilyen nagyobb feladatot elvállaljanak, mint például az, hogy anyát játszanak, és így lett, hogy néha én is bekerültem egy-egy jelenetbe, ezáltal segítve a munkájukat is. Nem is szorultak arra, hogy ötleteket adjunk nekik, mert rengeteg ötletük volt. Tényleg csak abban kellett nekik segíteni, hogy kicsit hogy faragjuk le, hogy szabjuk inkább rájuk, hogyan dolgozzanak önmagukból. És mivel nekünk ez volt az első év az egyetemen is, mi is ezzel foglalkoztunk, hogy saját magunkból hogy dolgozzunk, ezért bennem még erősen élnek ezek az élmények, és én ezáltal tudtam őket segíteni. Azok az élmények, amiket még résztvevőként tapasztaltam, az nevelőként nem adódnak meg, de nevelőként teljesen más élményekben gazdagodhatok. Egy teljesen más feladat, felelősség, koncentráció és rengeteg más. Én azt mondom, hogy mind a kettőben vannak kihívások, és résztvevőként benne lenni egy csodás élmény volt. Ezen a héten rengeteget tanultam gyerekektől, őszintességet, hitelességet, azt a gyermeki fantáziát, amit látok ezekben a fiatalokban, biztos vagyok benne, hogy fel fogom hasznosítani. A Géniusz Jótékonysági Alapítvány színjátszó táborának vannak évek óta folyamatosan visszajáró résztvevői. Azért járok vissza mindig, mert egyszerűen olyan jó a társaság, és olyan jó színészkedni. Itt legalább ki lehet önteni magamat a színészetet. Minden egyes éven újabb és újabb tapasztalatot tudok szerezni. Akadnak azért a jelentkezők között olyanok is, akik még csak most ismerkednek a színészmesterséggel. Én azóta döntöttem el, hogy szeretnék színész lenni, amikor voltam az I. és Gyula színházba, és előadták a János Vitézt, és az nekem nagyon tetszett, és azóta van az, hogy én színész szeretnék lenni. Hát itt a táborban itt nagyon jól éreztem magam, és nagyon sok új dolgot tanultunk. Az elkészült produkciót a tábor záró napján adták elő a fiatalok. A drámajátékban azt mutatták be, hogy milyen formában kerülnek falak az életünkbe. A gyerekek évről évre szebb és jobb produkciót adnak itt elő. Ez az idei téma pedig különösen érdekes és különösen fontos, hiszen a falak volt a fő téma, átvitt értelemben és egyenes értelemben is, és a gyermekek elképesztő módon át tudták adni a színpadon abban az egy-néhány másodpercben is azokat az érzéseket, ami egyébként vihar bennünk, azokat a falakat, amit tényleg le kéne bontani, de hát ugye lehetetlen, de nagyon-nagyon-nagyon fantasztikus előadást láttunk, nagyon tehetséges fiataljaink vannak. Ez eredeti perzsa szőnyeg, ilyet még a fekete piacon sem találni. A színjátszó tábor minden évben jó alkalmat biztosít az ismerkedésre, valamint a közösségépítésre is. A szervezők reményei szerint az ide visszajáró fiatalok közül a későbbiekben sokan döntenek majd a színészi pálya mellett.